Sziasztok! Az utolsó videóban elemeztem nektek, hogy én hogyan látom azt, hogy amikor szeretnénk karmikus dolgokat megoldani, akkor miért van az, hogy sokszor némelyikre többször vissza kell menni, és halmozottan kell dolgozni rajta, és ez egy idő után nyilvánvalóan frusztráló tud lenni. Esetleg nem látod, érdemes lenne azzal kezdeni talán. Tegyük fel, hogy ez például a bizalom témaköre. Főleg mi nők szerintem hajlamosak vagyunk féltékenységre, bizalmatlanság. Nyilvánvalóan lehetne most azt is mondani, hogy van oka, hogyha egy nő féltékeny. Ezt tegyük most egy kicsit félre, és nézzük meg azt a részt, hogy mi van akkor, hogyha ez egy olyan program, ami úgy fut bennünk, hogy megvan az oka. Nyilvánvalóan azt a partnert, mondjuk, vagy azt a szituációt azért vonzottuk be, hogy ezt újra és újra úgymond az arcunkba tolják, tehát ez is biztos. És ilyenkor kettő opció van, hogy vagy az a partner, az egy olyan karakter, és pont ezért került az életünkbe, vagy teljesen mindegy, hogy ki esetleg az a partner, akivel együtt lehetnénk. Tehát mondjuk úgy képzeljük olyan, mintha megkapnánk egy ilyen, tényleg mint egy szimulátorban egy feladatot, hogy tök mindegy, hogy az arc vagy a body kicsoda, az az embernek az a feladata, aki éppen veled van, hogy letolja az arcodon azt a problémát, amivel neked szembe kell szállni. A legjobb dolog, amivel tudnám egyébként illusztrálni, hogyha valaki látta a Különcök. A Különcök volt az a film, nem tudom, mi a magyar címe. Amikor a csajnak különböző teszteket kell kiállnia, és egyszer saját magával néz szembe. Ő neki az a szerepe, hogy ezt tükörképben megmutassa nekünk, hogy nekünk ez a dolgunk, és ezt ki kell dolgozni. És mondjuk erre rá is tudatosodunk, nagyon jó, szuper, eddig eljutottunk, elkezdünk rajta gőzerőkkel dolgozni, elmegyünk terápiára. Az első videóban elfelejtettem mondani, és csak azért, hogy tiszta legyen a kép, úgy beszéltem, mintha csak eddig mentem volna vissza. Tehát nyilvánvalóan előző életeket is tisztítottam. Például spirituális választechnikát alkalmazunk, vagy kinezőleget, azok nem csak a jelenlegi életünkben lévő problémákat oldják, hanem úgymond ténylegesen visszamennek előző életekbe, és megkeresnek bizonyos gócpontokat, és azokat oldanak ki, csak nagyon sokszor egy témakör, hiába lesz mondjuk kioldva, és erre mondjuk mondható az is, hogy igen, mert én is vissza tudom generálni, értelemszerűen, hogyha itt nem változik a kapcsoló, akkor vissza tudom generálni, tehát ez egy. De kettő, hogy van olyan, amikor mondjuk 3500 múlt életemben, 8090-ből, most csak mondtam valamit, bunkó voltam. Abból mondjuk a terápiákat mondjuk 225-öt ki tudtam oldani, de nem az eredetit. Azért ismétlődhet meg az összes ilyen téma, mert nem találtam meg azt a kiváltó karmikus életeseményt előző életekből, ahonnan elindult, és ez folyamatosan ismétlődik. És addig nem fog megszűnni, amíg azt az legelsőt ki nem oldjuk. És a legelső alkalommal, amikor elkezdtünk beszélgetni, rögtön feljött neki az, hogy ilyen elveszettség érzés van bennem nagyon mélyen, és maga a bizalom vesztés problémaköre. Tehát mondjuk ebben azért leszek most nagyon kompetens, mert ezen konkrétan én átmentem, és szerintem egy a poklot megjárva ember tud a legjobban a pokolról beszélni. Hát ez megvolt. Megvolt folyamatban. Bizalom a biztonság érzete, és az átverve való érzés. Az elárultság érzése. És ez azért nagyon érdekes, és itt most megint összerakok dolgokat, hogyha valaki követ a Facebookon, akkor réges-régen láthatta, hogy készült egy olyan poszt, ami arról szólt, hogy a lelki háttere a kandidának átverve való érzéshez kapcsolódik. Hoppá, hoppá. Milyen érdekes, ugye? Volt egy üzleti partnered, átvert, volt egy szeretőd, átvert, volt egy szerelmed, átvert. Az anyukád megígérte, hogy nem tudom én mit csinált, és átvertek. Tehát nüansznyi dolgokról is beszéltünk, de persze vannak a nagy dolgok. A nagyon fájó dolgok. Ennek találtam meg messzire visszanyúló megoldási kulcsát, a rituáléját, pedig egy előző életes esemény, ami ahhoz kötődik, hogy nem elég, hogy vagy elárulva érzem magam, vagy átverve, tehát bizalomvesztés, biztonság mindenképpen idejön, kitaszítottság érzése, szenvedés érzés, ezek mindig ide kapcsolódnak, és a probléma kör pedig az, hogy nagyon-nagyon-nagyon előző régi életedben boszorkány üldöztetésben vettél részt. Vagy mint elszenvedő fél, hogy boszorkánynak véltek, és mondjuk esetleg elégettek, mágián haltál meg, elárultak, beköptek,
kilöktek a női körből. Valaki tudja ezt a történelmet, hogy még a vallás előtti időszakban ugye a nőknek volt egy ilyen csoportja, mindig összeültek, amikor menstruáltak. Azt már azért tudjuk, és egy elfogadott tény, hogy a nők, hogyha sok nő van hosszú távon, egymás mellett például táboroznak, együtt élnek, akkor összeszinkronizálódik a menstruációk, és régebben így gyógyították önmagukat a nők, így tudtak termékenyek maradni, hogy egymást energetikailag gyógyították, ezt női körnek hívják, és megint keresztett ideg. Sok-sok terápiának egyébként része. Ezt egy kicsit ilyen vudunak tartjuk, meg egy kicsit zuzu. De hát ez volt, és meg volt az oka. A holdhoz kapcsolódunk, a nőiséghez kapcsolódunk, a gyönyörű energiákhoz, és mi nők akkor is, ha akarjuk, hanem ha elnyomnak minket, hanem van egy gyönyörű gyógyító energiánk. Ezért szeretnek minket a férfiak, mert nekik ez kell. Kellene, ha ebbe tudnánk lenni. De nem tudunk ebbe lenni, mert már minden megváltozott. És sokszor kizökkenünk ebből a gyönyörű energiából, és valahogy ide kellene visszatalálni, ami nem könnyű, főleg manapság. Na, és az a történet lényege, hogy régebben, ugye azért tudjuk, hogy mint mai nap is, csak már most úgy hívjuk, hogy energiagyógyász, annó is voltak képességgel ellátott emberek, mint halló, látó, érzékelő emberek. De ide tartoztak azok is, akik herbalisták voltak annó, akiknek bármilyen tudománya volt a természettel való kapcsolódással, a növényekkel, de ide tartoztak a bábák, a vajákosok, mindenki, aki az ősi asszony tudói voltak. Ez egy összefoglaló tudomány volt, mindenféle gyógyító technikát alkalmaztak annó, és ha bármelyiket tulajdonképpen végezték, akkor már ebbe a körbe tartoztak, ebbe a megítélésbe tartoztak. A legszomorúbb karma része az, hogy nagyon sokszor azok voltak a beárulók, akik ezekhez a vajákosokhoz, segítőkhöz tanácsért és segítségért mentek, nem egyszer igazából közeli hozzátartozók vagy családtagok, ismerősök voltak, hiszen sokszor ezt titkolniuk kellett, hogy valamilyen képességgel vagy pedig tudománnyal rendelkeznek. Annak ezeket ugye boszorkányoknak tartották, tehát mondjuk én már annak számítanék, és lehet, hogy te is, kedves néző, ha engem megtaláltál, mert már önmagában az, hogy nő vagy, egy speciális dolog. Ebből a körből, ebből a női körből egyszer valaki elárult, kitaszítottak, felakasztottak, elégettek, tök mindegy, hogy mi történt, egy trauma keletkezett. De, és erre mondtam azt az előző videóban, hogy ne csak akkor nézzél, hogyha lány vagy, nézzél akkor is, hogyha fiú, mert lehet, hogy jelen életedben fiú testben vagy éppen, de ez megtörtént veled. Sőt, az is lehet, hogy nem te voltál a boszorkány, hanem te voltál az, aki elárulta a másikat. És ugyanúgy kapcsolódik hozzád, mert mindegy, hogy melyik oldalán vagy a gyertyának, melyik oldalán vagy a problémának, akkor is vonatkozik rád a karma, amit ki kell oldani. És eléggé beütött, mikor ez az információ megtalált. Tehát üldöztetés, boszorkány élmény, el vagyok veszve, elárultak, elüldöztek, bántottak, elégettek, kilöktek, kitaszítottak. A jelen életedben egyébként ezt úgy lehet észrevenni, és egyébként nekem most nyert értelmet ez az egész, amikor ez az információ bejött. Kicsi lány voltam, sose felejtem el, hogy valamiért nem értettem, és több-több társam van ilyen egyébként, akivel ezt így utólag megbeszéltük. Mármint nyilván felnőttek koromban, tehát nem perpillant most, de hogy úgy az életem során több ilyenről tudok, akivel ezt beszéltük, hogy de figyelj már, te is ezt érzed, hogy egyszerűen nem tudok a lányokkal olyan szintű mély kapcsolatot kiépíteni, egyébként most ez már változott, de hogy mit tudom én, mondjuk a 40 évemből olyan 25-30-ig biztos, hogy küzdöttem ezzel, hogy azt éreztem, hogy fiú társasággal jobban tudok barátságot kötni, és nem azért, mert mit tudom én mi, egyszerűen nem tudtam kapcsolódni a nőkhöz. Ugyanez, hogy nem tudsz kapcsolódni anyádhoz. Tehát már ugye itt bejön az anyaság, amiről először beszéltünk, de hogy nem feltétlenül lehet, hogy ő a baja, vagy ő az oka, hanem lehet, hogy ez ennyire visszamegy a női vonal, a női ágon. Ezek azok az ilyen nehéz kis lépcsőfokok, hogy valahova megyek, valami bejön, valamit értek, nagyon sokszor egyébként menet közben el is felejtek dolgokat, tehát egyébként ezek a videók néha saját magamnak is készülnek, ugyanis amikor jön egy információ és elkapom, ha én azt nem írom le, ha én azt nem mondom fel, 3 nap múlva már arra nem emlékszem, hogy mit tettem össze. Tehát Andi, a jövőben mondom neked, hogy erre egyszer már rájöttél. Nagyon jó. Következő. Úgy mutatkozik meg, hogyha ilyen boszorkány sebed van, most idézőjelben, üldöztetés, elárulás, stb. Sem,
az az, hogy nem elég, hogy most nem jó maga, vagy nem nehezen építesz ki kapcsolatot, de hogy indokolatlanul ki is löknek. Állítólag ide tartozik az is, hogyha valamilyen képességünket eltitkoljuk, nem merjük felszínre hozni, nem merünk vele dolgozni, bevállalni, mesélni róla, elvállalni másoknak a segítését, gyógyítását, esetleg bármilyen spirituális technikával kapcsolatban negatív érzéseink vannak, mint például akár egy meditáció meghallgatása vagy végzése is ide tartozik. Amikor ezt az egész információt meghallottam, azt éreztem, hogy végre értem egyet az életem, az egész kutatásom, hogy igen, ez a hiányzó láncem, és rájöttem, hogy tulajdonképpen egyszer már voltam itt. Az érdekes, hogy amit mondtam nektek, hogy hallgatom ezt a videót, ami egy külföldi videó. Annak egy nagyon-nagyon jó szövege van, de sajnos angol, nem tudom, hogy van-e pont ugyanilyen magyarban, lehet, hogy majd megpróbálom megkeresni, a baromi jó szövege van, és abban benne van minden lépés. Benne van, hogy megbocsátasz magadnak, radikális, tehát a radikális szó így benne van, hogy radikális megbocsátás kell, és mindent megbocsátasz, megbocsátod, hogy dohányoztál, hogy drogoztál, hogy erőszakot tettél, hiszen ugye itt rengeteg előző életet tisztítasz, és körülbelül el lehet mondani, hogy minden voltál már. Öreg, fiatal, béna, rokkant, bunkó, gyilkos, tolókocsis, néger, rabszolga, minden voltál már. Lábatlan, rühes, rákos, minden. És ezeket tisztítod visszafele. És ezért ez a videó úgy van felépítve, egy ilyen 25 vagy 30 perces videó, hogy mindent felsorol, hogy megbocsátok azért, amiért megerőszakoltak, amiért én erőszakoltam meg, amiért elátkoztak, amiért, és nyilván ez tök szépen van elmondott, tehát nem így, mint ahogy én mondom, amiért elégettek, amiért mágán haltam meg, amiért megköveztek, amiért lefejeztek, amiért szíven szúrtak, minden. És benne vannak egyébként ilyenek, hogy másik dimenzióban, másik bolygón, más lényként, más neműként, teljesen mindegy, mindegy, hogy mi. És tisztítás, tisztítás, tisztítás. Sejtszinten, magszinten, atomszinten, kvantumszinten, és mindent tisztítok. Minden térben, minden síkon és minden időben. Ja. Úgy éreztem, hogy szükségeltetik itt egy kis összegzés a végére, tehát megtudtuk, hogy nagyon sokszor a bizalmatlanság, az ősi bizalomvesztés érzése, ami fut bennünk, és sokszor emberi kapcsolataink minőségét akadályozza. Először ugye mindig elkezdünk a jelenlegi életünkbe turkálni vele kapcsolatban, összefügghet féltékenység problémával is, nem találjuk, nem érezzük biztonságban magunkat emberi kapcsolatainkban, és hiába keresünk az okot esetleg az anyaseb és az apasebben, ami lehet, hogy valakinek már segít kioldani, sokszor mélyebbre kell mennünk, és egy messzebbre lévő karmikus előző életes kapcsolódást kell találnunk, és ilyenkor meg kell találni azt a legelső láncszemet, azt a legelső dominót, ami kiváltotta ezt a sebet bennünk. Ide kapcsolódik a kandida, ami a jelen életünkben mutathatja azt, hogy érzelem szinten ez ugye a bizalmatlanságot, az elárulva való érzést jeleníti meg. Ebbe majd egyszer bővebben bele fogok menni, lesz majd külön egy ilyen videó, de visszatérve a előző életes karmikus problémához. Nem biztos, hogy a videóban elhangzott téma pontosan rád illik és rád is vonatkozik, viszont úgy gondoltam, hogy hát ha kinyitja a szemedet valamire, ami esetleg beugrik majd ezáltal, és egy külön részben szeretném jobban kifejteni azokat a megoldási technikákat, amikkel ilyen csomópontok ellen lehet küzdeni, az ilyen például a szegmensterápia, a hoponopó és a radikális megbocsátás, amiket egy kicsit össze is ötvöznék. Thank you.